fonott eszközök és szőttesek kiállításának megnyitóját tartották a kulturális központban. Az esemény citera muzsikával kezdődött. A kiállított darabokat nézve különleges hangulatban részesültünk, amit most önöknek is igyekszünk megmutatni. Citera muzsikával kezdődött a szövő és kosárfonó kézműves műhely kiállítás megnyitója. A különleges szőtesek és fonott eszközök sokak érdeklődését felkeltette. A kézműves műhelyek tagjai egész évben rengeteget dolgoztak a kiállított darabokon. Angyal László, a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar megyei igazgatóság megyei igazgatója megnyitó beszédében statisztikai adatokkal támasztotta alá azt, hogy mennyi előnnyel jár az, ha a kézművesek társaságban, közösségben alkotnak. Több olyan kutatást végzett például a Nemzeti Művelődési Intézet is, amelyben a lakosságot és alkotóművészeti közösség tagjait kérdezték meg, arról például, hogy mennyire fáradt, mennyire érzi magát lehangoltnak, mennyire van benne energia, mennyire tud a közösségért tenni, mennyire boldog, és nagyon érdekes összehasonlításra alkalmas adatok születtek, akik alkotó közösségbe, szakkörbe, vagy egyáltalán közösségbe járnak, azoknál az értékek sokkal kedvezőbbek. Vagyis kevésbé fáradtak, inkább boldogabbak, kevésbé idegesek, aktívabbak, nem éreznek lehangoltságot, tehát csomó mérhető előnye van a közösségben való létnek. Az a kiállítás, mondhatnám azt, hogy lenyűgöző volt több szempontból is. Több szempontot mondtam, szeretnék abból akkor kettőt kiemelni. Az egyik, hogy rendkívül egységes, hát azt jelenti, hogy ennek a két közösségnek van elképzelése, remek szakmai vezetőjük van mind a kettőnek, és e szerint haladnak a munkában. Ritka ilyen szépen megfogalmazott, ilyen egységes munkákat látni, akár ebben a műfajban is. Ugye az egyik a szőnyegszövés, a hontszőnyeg, kiemelkedően értékesek ezek a színharmóniák, ezek a megfogalmazások, amiket itt látnak, hát a kosárfonás pedig magáért beszél, hisz egy nagy tekintélyű mester a tanítvány, itt az alkotások mind kivétel nélkül mestermunkák. A kosárfonók hetente egyszer találkoznak. Két csapat van jelen, az egyik csapat az már 6. éve van együtt, a másik pedig február 2-án indult egy új EU-s pályázat keretében. Mind a kettővel hetente egyszer találkozunk, a régiekkel pénteken, 4-től 7-ig, az újak pedig miután ott megfelelő tematika szerint kell haladni, tehát évvégére meg kell csinálni a alapdolgokat, ezért ott szombaton vagyunk 8-tól 12-ig, tehát az előzőben 3 óra van, a másikban 4. Mindez soknak tűnhet, ám azzal foglalkoznak, amit szeretnek, ami kikapcsolja őket. Így a 4 óra hamar eltelik. Egész évben pontos tematika alapján dolgoznak. A kosárfonás ugyanis sokkal összetettebb, mint azt elsőre gondolnánk. Van gyakorlati, illetve elméleti része. Ugye a gyakorlati részébe tartoznak a anyagismeret, fonás technikák, az elméleti részbe tartozik a néprajz elsőrenden, illetve magának a fűznek a jellemzői, betegségei, ez az amaz. Tehát ez azért fontos, egyrészt ugye a szakma, tehát igyekszem követni azt a tematikát, ahogy a szakmunkás képzés folyik erről, tehát a népi kézművesség. És ott azért fontos ez, mert ha ezt az ember egy kötegvesszőt a kezébe, akkor abban vannak beteg szálak. És a beteg szálakkal csak a probléma van, mert ha ezt nem veszük észre, akkor összetörik a kezünkbe, és csúnya lesz a végeredmény. Mennyire nehéz elsajátítani a fonás technikáját? Igazából nem nehéz, de ez nyilván tehetségtől függ, mint minden más. Tehát a tehetséges embernek könnyű, a kevésbé tehetségesnek jobban meg kell érte dolgozni, de nem lehetetlen. Mondok egy példát erre, az első világháborúban az úgynevezett harctéri sokkban szenvedő katonákat kosárfonással rehabilitálták. Ugyanis annyiféle fonásmód van, hogy teljesen lekösse. Tehát ott, amíg el nem megy haza, addigra szépen rezetelődik az agya, hogy így mondjam, mert annyira oda kell figyelni.
Dede Orsolya junior prémadíjas szövő, a szövőműhely vezetője. Lelkes kis csapattal dolgozik együtt, akik nyitottak az új információkra. Alkalomról alkalomra számos új darab készül el. A tagok elhivatottsága megkönnyíti a munkát. Jelenleg 80 vannak, akik aktívak. Sajnos most egyikük nem tudott eljönni munka miatt, de mindig lelkesen és családi légkörben zajlanak a hétköznapi kis szakkörös óráink. Hogyan kell elképzelni egy ilyen órát, meddig tart és milyen tematika alapján dolgoztok? Minden héten szerdánként szoktunk összejönni, délután 5 órától este 8-ig, vagy éppen ameddig a lányok bírják, mert azért elég fárasztó maga a szövés. Az első cél az volt, hogy a roncsényegekkel ismerkedjenek meg, az alapot megtanulják ezáltal, és innentől kezdve fogunk erre majd szépen építkezni, és majd így fogunk haladni előre a jövőben. És amit mondtam is, meglepetés lesz a jövő év kiállítási anyaga. Orsi azt mondja, a szövés technikája egyáltalán nem nehéz. Kellékei a szövőkeret és a csónak, a ráma az alapanyag, ami a fonal. Ezért is jó a roncsszőnyeg, mert ezáltal mindent megtanulnak, amire oda kell figyelni, és utána ez a folyamat beidegződik nekik, hogy mit kell csinálni, és onnantól kezdve azt mondhatom, hogy könnyen boldogulnak. Általánosságban mennyi idő egy ilyen roncsszőnyeg elkészítése? A lányok menetelétől függően 2-3 alkalom alatt megcsináltak egy roncsszőnyeget. Hogyha kisebb, akkor persze egy alkalom alatt megcsinálták, és akkor elkezdtek egy másik darabot, de ahogy ismerem őket, és amennyire lelkesek, akkor most már ha azt mondom, hogy le kell ülni roncsszőnyeget szőni, lehet, hogy egy alkalom alatt lesz szőnek egy nagyobb darabot is. Annak ellenére, hogy a technikai eszközök átvették a mai világot, a szövés nem megy ki a divatból. Úgy gondolom, hogy egyre jobban terjed el fele megint ez a szakma, meg úgy maga a kézműves világ. Egyre többen nyitottak rá, és keresik ezt. Mondhatom itt Szoboszló körzetére is, de én úgy látom, hogy nem csak nálunk, hanem egyre több helyen megjelenik ez, hogy szeretnének tanulni, szeretnék visszatanulni a szakmákat. Jelenleg is majd augusztus 26-án megyek ki Szatmárnémetibe tanítani szövést, mert szeretnék visszatanulni a szakmát. Ennek tanúi lehetnek önök is, ha augusztus 29-ig megtekintik a kiállított darabokat.